Vítajte pri sledovaní spravodajského súhrnu Mestskej televízie. Minulý týždeň sa niesol hlavne v znamení sviatočnej atmosféry, ktorú vám v nasledujúcich minútach priblížime prostredníctvom reportáží. Našu pozornosť sme zamerali na posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Venovať sa budeme vianočnému koncertu na hlavnom námestí. Boli sme na Vianočnej akadémii základnej školy na ulici Československej armády a navštívili sme aj adventný koncert základnej umeleckej školy. Reportážnou kamerou sme zachytili aj predvianočné športové podujatia. Sledujte nás a dozviete sa viac. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili v stredu 16. decembra rozpočet na rok 2016 a odsúhlasili návrh na zriadenie funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície. 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo poznačené horlivou diskusiou o rozpočte. Námietku vyslovil poslanec Ľubomír Šomody, ktorý mal výhrady ku komisiám. Upozornil na to, že podľa jeho názoru nie všetky prebrali rozpočet na svojich zasadnutiach. Ako predseda komisie verejného poriadku schôdzu taktiež nezvolal. Rokovanie o rozpočte sa muselo prerušiť. Po analýze právnym oddelením mesta sa napokon zistilo, že proces schvaľovania rozpočtu mesta môže pokračovať. Návrh rozpočtu na rok 2016 a nasledujúce dva roky bol schválený v pomere 7 poslanci za a 5 sa hlasovania zdržali. Samospráva počíta na budúci rok s príjmami vo výške viac ako 8 miliónov 167 tisíc eur a výdavkami takmer 7 miliónov 500 tisíc eur. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový, pričom schodok je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu. Najväčšou výdavkovou položkou je oblasť školstva, kam spolu pôjdu viac ako 3 milióny 700 tisíc eur. V ďalšom bode rokovania poslanci jednohlasne schválili návrh na zriadenie funkcie stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície. Jeho úloha bude spočívať v priamej zodpovednosti za fungovanie mestskej polície v čase neprítomnosti náčelníka. Novovymenovaný náčelník mestskej polície Jozef Grác do funkcie nastúpi začiatkom februára budúceho roka. V závere posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vyslovil primátor mesta Slavomír Borovský vianočné želanie všetkým obyvateľom mesta. V ďalšom by som sa orientoval smerom k občanovi. Poprial mu to, čo dneska nezaznelo, šťastné a veselé, tak aby ste si užili tieto sviatky bez stresu, v rodinnej pohode, aby na budúci rok, ktorý nás bude očakávať, nás nepoložil, ale posunul. Takže ešte raz ďakujem pekne za účasť. Dovidenia, končím zasadnutie. V piatok si mohli návštevníci na hlavnom námestí vychutnať veľkolepý vianočný koncert. Okrem súboru skladieb, ktoré dokonale navodili sviatočnú atmosféru, na pódiu zazneli aj piesne populárnej speváčky Kataríny Knechtovej. Na podujatí zorganizovanom Mestským kultúrnym strediskom vystúpili najväčšie talenty z miestnych škôl. Zo základnej školy na ulici Československej armády sa predstavil spevácky súbor Zvonky. Pódium neskôr obsadili žiaci základnej školy na Severnej ulici. Známe vianočné skladby spievalo až 70 detských hlasov. Publiku sa predstavila aj talentovaná speváčka Ruth Borovská a študentka gymnázia Štefana Mojzesa. Program pripravili aj žiaci cirkevnej školy Blahoslavenej Šáry Šalkaházy. Tak ja si myslím, že aj tie detičky zo školy aj pekné darčeky nám pripravili, tá burza, čo oni predávali, aj sme si z toho kúpili. Ja som práve prijela z Českej republiky a zrovna zaznela naša česká písnička, takže som si hneď na príchod pekne zaspívala a čekám na Katku Knechtovú, na ktorú som prijela. Tak som prekvapená, je to pekné a milé a teším sa na Katku Knechtovú určite, že si počkám. Je to v podstate taká dobrá príležitosť, nie? Je to aj také príjemné miesto, je tu veľa ľudí. Ja som aj prekvapená, že prišlo toľko ľudí. Dobrou voľbou bola aj návšteva vianočných stánkov, kde si návštevníci mohli vychutnať punč, varené víno na zohriatie a takisto aj chutné pečené jedlá. V stánku základnej školy na Severnej ulici sa predávali vlastnoručne vyrobené ozdoby, ale napríklad aj tradičný ondrejovský cukor. Pripravili sme rôzne výrobky, ktoré vlastne vytvárali naši žiaci, učitelia a rodičia. Je tam rôzne sušené ovocie alebo vianočné dekorácie, všetko.
Vianočný koncert obohatili svojimi anielskými hlasmi členovia gospelovej skupiny G.O.D.S. Vokálne zoskupenie sa predstavilo americkou gospelovou hudbou. Boli by sme radi, keby sa tieto vianočné trhy spolu s vianočným programom stali tradičnými a vynasnažíme sa, aby boli z roka na rok pestrejšie a populárnejšie. A dovolte mi, aby som všetkým poďakovala a popriala hlavne našim návštevníkom našich podujatí príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý nový rok. Na koncerte zazneli melódie skladieb obľúbenej prešovskej hudobníčky Kataríny Knechtovej, ktorá do Moldavy zavítala poprvýkrát a potešila tým veľký okruh návštevníkov. Katarína Knechtová nedávno vydala svoj najnovší album, divákom mestskej televízie odovzdala prostredníctvom kamery odkaz. Je to pre mňa veľká česť, že dnes v rámci našich vianočných alebo teda predvianočných koncertov som mohla vystúpiť aj ja so svojou kapelou a naozaj veľmi úprimne sa ospravedlňujem všetkým Moldavčanom a ľuďom z okolia, že teda nemám žiadnu vianočnú pieseň, ale predpokladám, že to napravím tým, že vám teraz všetkým naozaj z celého srdca zaprajem krásne, šťastné a veselé, najmä pokojné Vianoce. A v tom duchu, ako ste sa ukázali vlastne dnes večer pre mňa a pre moju kapelu, lebo bol to jeden z najkrajších koncertov, aký sme mali. A to naozaj nesrandujem. Ľudia tu boli naozaj fantastickí. Takže vy všetci a aj tí, ktorí tu neboli, máte naozaj krásne a pokojné Vianoce. A hlavne buďte zdraví a veselí. Vianočný koncert navodil výnimočnú atmosféru pred najkrajšími sviatkami v roku a zároveň bol poďakovaním Mestského kultúrneho strediska návštevníkom za celoročnú priazeň. Nasledujú krátke správy. Mesto Moldava informuje občanov, že spustilo do prevádzky telefonický dispečing zimnej údržby. Občania sa môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjaznosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy. K dispozícii sú nasledovné telefónne čísla. Vianočnú náladu navodil všetkým hosťom adventný koncert základnej umeleckej školy vo štvrtok 17. decembra. V inkubátorovom dome zazneli tie najkrajšie vianočné skladby v podaní nadaných žiakov a ich učiteľov v nádherných hudobných prevedeniach. Hosťom koncertu bola solistka štátneho divadla v Košiciach Michaela Váradi. Hlas opernej speváčky bol divákom dobre známy, keďže viackrát získala titul Absolútna naj v ankete štátneho divadla. Hodnotný koncert bol poďakovaním všetkým milovníkom umenia a návštevníkom podujatí základnej umeleckej školy. Veľká sála Mestského kultúrneho strediska ožila v stredu 16. decembra vďaka tradičnej vianočnej besiedke základnej školy na ulici Československej armády. Celým programom sa niesla hlavná myšlienka Andersenovej rozprávky Dievčatko so zápalkami. Na pódiu hralo až 150 mladých účinkujúcich. Po speváckom úvode nasledovalo vystúpenie mažoretiek, nechýbalo vystúpenie súboru Zvonky a tanec snehových vločiek. Nakoniec prišli aj pastieri i traja králi. Žiaci sa v závere programu prezentovali zmesou koliet a vianočných piesní. Moldavské volejbalistky si v nedeľu v rámci 9. kola volejbalovej ligy kadetiek zmerali sily s hráčkami Eška Elba Prešov. Sľubný začiatok nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a po tesne prehratom prvom sete už Prešovčanky kontrolovali priebeh prvého zápasu. V druhom zápase sa obraz hry nezmenil, domáce hráčky dokázali súperkám vzdorovať iba v druhej sade a tak si Prešovčanky odviezli z Moldavy dve víťazstvá. Športový klub Bodva v spolupráci s mestom Moldava a Mestským kultúrnym strediskom usporiadal v nedeľu 20. decembra v poradí už 4. moldavský vianočný beh. Na štart sa postavilo rekordných 83 bežcov, ktorí absolvovali náročnú trať v dĺžke takmer 9 kilometrov. Celkovým víťazom v mužskej kategórii sa stal Daniel Kravejanský z Košíc, ktorý prekonal traťový rekord z roku 2014. Na druhom mieste dobehol do cieľa Ákoš Ördög z Maďarska a tretí skončil víťaz minulého roka Tomáš Kamaš zo Spišskej Novej Vsi. V hlavnej ženskej kategórii zvíťazila Ivana Sabová z Košíc. Najlepším Moldavčanom sa stal Tamáš Elek. Môj teješitmínem leligedet vaďuk. Ja šikerul to sepšie kozul leligobidut megfutnom. És összességében az idővel is elégedett vagyok, meg a teljes értékeléssel is az összetettbe. A szervezés hogyan tetszett neked? Szervezés jó volt, örülött neki, hogy ennyi ember összejött erre az alkalomra. Ahhoz képest, hogy az idő nem éppen a legjobb,
Szép számmal összegyűltünk. Súčasťou týchto pretekov bolo aj finále Moldavskej bežeckej ligy pre rok 2015. Absolútnym víťazom medzi mužmi sa stal Tamáš Elek pred druhým Juliusom Vilkom a tretím Alexandrom Kejpešom. Najlepšou bežkyňou v ženskej kategórii sa stala Mária Sakáčová pred Viktóriou Fedákovou a Lukréciou Bilohuščinovou. Je to štvrtý ročník. Druhý ročník beháme ulicami mesta a dopadol veľmi dobre. Oproti minulému roku máme veľký nárast pretekárov. Minulý rok sme mali 54 bežcov, tento rok máme 83, čo sme mali aj dobeli do cieľa všetci. Máme najstaršieho účastníka 74 rokov, čo je veľmi pekný vek. Veľký počet pretekárov máme z Maras týmu, z Prešova 13 ľudí, z Beka, Spartak Medzev 11 ľudí, čo sú našej partnerskej kluby, čo sa týka behu. Som nesmierne spokojný s týmto behom. Zvládli to dobrovoľníci z klubu Veška Bodva, ktorí riadili ľudí, pretekárov na cestách, dávali pozor, aby sa nikomu nič nestalo. Štátna polícia, mestská polícia bola tiež napomocná. Čiže veľmi spokojný som s týmto pretekom a očakávam aj budúci rok, že padne viac ako 83 bežcov. Vynikajúce mestské preteky uzavreli bežeckú sezónu a aj samotnú ligu pre rok 2015. Mestský úrad oznamuje občanom skrátenie úradných hodín v budove na Školskej ulici. 21. a 22. decembra budú stránkové hodiny len do poludnia. 23. decembra sa na mestskom úrade stránky nevybavujú. To bola odo mňa na dnes posledná informácia. V mene celého televízneho štábu vám ďakujem za priazeň, ktorú nám prejavujete. Prajeme vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. So správami sa ohlásime začiatkom januára. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Köszöntöm kedves nézőinket! A Szepsi Városi Televízió magyar nyelvű hírösszefoglalóját látják. Már lassan minden lakás illatát betölti a mézes kalács incsiklandozó illata. Fahéj, méz, frissen pörkölt dió és narancs illata uralja otthonainkat. A háziasszonyok felverik a konyhát, a férfiak a karácsonyfa beszerzése körül sürgölődnek, de ebben a nagy ünnepi sietségben legyen időnk egy kicsit megállni és átélni az ünnepet váró lelki készülődés lehető legtöbb pillanatát. Mai adásunkat karácsonyváró hangulat lengi át. Ezért utána jártunk, hogy városunk általános iskolásai milyen karácsonyváró ünnepséget tartottak az elmúlt héten. A mézes kalács díszítés rejtelmeibe is elvezetjük Önöket, és a könyvtárba is ellátogatunk. Maradjanak továbbra is velünk! Pénteken a magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium alsó tagozatosai megtartották karácsonyváró ünnepségüket. A magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium termeit és folyosóit is belengte a karácsonyi hangulat. A diákok zenés betlehemes karácsonyi műsort adtak elő. Gyermekeink többsége hátrányos helyzetű családból származik, és fontos számunkra, hogy ők is érezzék a karácsonynak a mondani valóját és azt az igazi karácsonynak az átélését. A szereplők látható módon élvezték a szereplést. Leginkább akkor érezték magukat az elemükben, amikor énekelhettek. Milyen érzés volt fellépni? Nagyon jó. Meddig tartott a felkészülés? Egy hétig körülbelül. Nehéz volt megtanulni a szövegeket, a szerepeket? Nem nagyon. Milyen érzés volt fellépni? Nagyon jó. Meddig tartott megtanulni a szerepet, a szövegeket, énekeket? 6-3 hétre. És szerinted jól ment? Hát én szerintem jól ment az egészünknek. Jó érzés volt itt fellépni a többiek előtt? Nagyon jó. A felkészítő tanárok nagy örömére minden a tervek alapján ment. A műsor végeztével saját készítésű mézes kalácssal kínálták meg a jelenlévőket. Kis idő alatt mind a 150 darab elfogyott. December 17-én a Boldog Salka házi sára egyházi iskola központ diákjai előadták karácsonyköszöntő ünnepi műsorokat a római katolikus és református templomokban és a városi művelődési központban. A tánccal, népzenével tarkított műsor az irgalmasság évének az üzenetét tolmácsolta. A Boldog Salka házi sára egyházi iskola központ diákjainak karácsonyi műsorát Nagy István, az intézmény igazgatója nyitotta meg ünnepi beszédével. Eljött a pillanat. Joggal kérdezhetni most bárki, hogy mi változott. Örömmel mondhatom,
sok mindent. A fontos dolgok mindenképpen. Nyugodtabbak, békésebbek lettek hétköznapjaink. Jobban tudunk egymásra figyelni. Az ünnepi beszéd után következett a diákok műsora, amelyet az alsó tagozatos tanulók kezdték karácsonyi jelenetükkel, majd őket követték az iskolaközpont óvodásai, akik karácsonyi versekkel és dalocskákkal a legnagyobb sikert aratták a közönségnél. Az óvodások műsora után az általános iskola és gimnázium tanulói tánccal és népzenével kiegészítve Lajos apó történetén keresztül közvetítették karácsony üzenetét. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ karácsonyi köszöntőjén részt vettek Magyarország kassai főkonzulátusának a képviseletében Bitai Levente, Kassa megye alelnöke Zachariás István és Monsignor Gábor Bertalan római katolikus esperes, aki a karácsonyi műsor végén először is megköszönte minden diáknak, szülőnek és tanárnak az összegyűlt nyilas misi cipős dobos csomagokat, amelyeket továbbítanak Kárpátaljára a rászorult és hátrányos helyzetű gyerekeknek. Továbbá kifejezte köszönetét a diákok és a családok felé, hogy újra jó volt látni, hogy a diákok miként tanítják a karácsony üzenetének valódi mibenlétét. Továbbá örömét afelül, hogy amit a családban és az iskolában az evangélium örökségeként kapnak a diákok, azt jelesen hirdetik. Múlt hét kedden városunk lakói az édességek és mézes kalácsok királyságában tölthettek el egy teljes napot. A nap témája a mézes kalács díszítés volt. A Városi Művelődési Központ és Takács Szilvia cukrász jóvoltából a Kultúrház nagytermében nyalánkságokban nem volt hiány. Nakoľko sa blíži Vianoce, je to najkrajší sviatok v roku. Je tradíciou pečenie, zdobenie zákuskou medovníkov, tak sme chceli deti naučiť techniku zdobenia medovníkov. Az ide látogatók kipróbálhatták a mézes kalács díszítés különböző technikáit, és vásárolhattak a sütéshez és díszítéshez szükséges konyhai eszközök közül. A gyerekek összemérték tudásukat mézes kalács díszítésben. Mit készítesz? Mézes kalácsokat. És eddig mennyit sikerült elkészítened? Hát többet, de azok nem lettek fényesek, csak kettőt tudtam olyat, amit szebben szépen készítettem el. És hogy tetszik neked itt? Nagyon jó. Látom, hogy kóstoltad a mászt, ízlik? Nagyon finom. Mit készítesz? Mézes kalácsot. És eddig mennyit sikerült elkészítened? Ötöt. És hogy tetszik itt neked? Jól. És majd kipróbálod a csoki készítést is? Igen. És te is megkóstoltad már a mézes kalács mászt? Nem. Na jó, de... Aki a legszebb lett, annak egy csodaszép kézműves mézes kalácsfa lett a nyereménye. A többiek sem búsulhattak, egy-egy szelet sütemény mindenkinek járt. A csokoládé is elengedhetetlen része volt a délutánnak. A praliné készítés fortéjaival is megismerkedhettek az érdeklődők. A csokoládé egy precízen živý produkt, a... Je treba o nej vedieť naozaj čo najviac, aby tá dokonalosť bola taká, ako je známe v celom svete. A bőség zavarában úgy érezhettük magunkat, mint a mesében. Aki viszont a vonalaira szeretett volna vigyázni, az bizonyít pórul járt. A Szepsi Városi Könyvtár új könyvespolcokkal bővült. A könyvtár új bútorokkal bővült, a gyermeklészlegbe új könyvespolcokat vásároltak, illetve a könyvtárosok irodájába is új bútorzat került. A könyvtár folyamatosan megújul, új bútorzat kerül majd a többi részlegre is. A könyvtár a Városi Művelődési Központ irányítása alatt működik. A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet az Érthető Dél-Szlovákiáért címmel, melynek célja, hogy anyagi, nyelvi és grafikai támogatás révén elősegítse a szlovákiai magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű alkalmazását a vállalkozások és civil szervezetek közreműködésével. Az érdeklődők a kétnyelvű feliratok kivitelezésére 1000 euró értékben nyújthatnak be pályázatot a Rákóczi Szövetséghez. Pályázni lehet kétnyelvű cégtábla, kirakat és gépjármű felirat, étlap, termékleírás, címke, kulturális, sport és egyéb területek feliratainak költségeire. A pályázat és a szolgáltatás elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el.
Adásunk végeztével felhívnám figyelmüket, hogy december 22-ére megéljük a téli napfordulót, amikor is a leghosszabb az éjszaka. Ehhez a naphoz több magyar népi szokás kötődik. Vannak, akik ilyenkor hatalmas tüzet raknak és virrasztanak egészen hajnalig. Mai adásunk és ezzel a 2015-ös év utolsó magyar nyelvű hírösszefoglalójának végéhez értünk. Magam és a szerkesztőség nevében kívánok Önöknek áldott karácsonyi ünnepeket, meghitt szeretetben teljes családi együttlétet. Kívánom, hogy mindenki rátaláljon karácsony szent ünnepének valódi üzenetére. Reméljük, tartalmasan töltötték velünk az idei évet, és az új esztendőben ismét számíthatunk megtisztelő figyelmükre. Áldott ünnepeket kívánunk. Viszontlátásra! Advent a várakozás időszaka, a lélekben való megtisztulás a felkészülés ideje, Jézus a megváltó születésére. A Biblia szavai szerint napkeletről érkeztek a bölcsek, hogy lássák, köszöntsék és majd hirdessék a megváltó eljövetelét. A néphagyomány szokás szerint vannak tájegységek, ahol a karácsonyhoz különféle misztériumjátékok, népszokások kötődnek. Szerencsére a Bódva völgyében is élnek még közösségek, melyek évről évre megélik betlehemes játékaikat, és továbbadják apáról fiúra ezt a nemes feladatot. A Kárpát-medencek közeli és távoli vidékeiről érkeztek advent második hétvégéjén betlehemesek Jánokra, ahol a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ és Jánok község közreműködésével megszervezték a 14. nemzetközi betlehemes találkozót. Ezen a 14. találkozón 9 csoport kapott meghívást, voltak itt szerepeltek Erdélyből, szerepeltek Magyarországról, és természetesen a Bódva völgyéből az összes betlehemes csoport. Mi a jánokiak 14 évvel ezelőtt eldöntöttünk, hogy ha falunkba mindig is járták a betlehemet, akkor ez legyen a mi feladatunk, és nem engedjük a jánokiak, hogy ez jánokról elmegyen. A jánoki közösség féltve őrzi a betlehemezés ősi szokását, mely hála az érdeklődő fiatal generációnak nem vész a múlt korába. De mégis mi a titka a népszokás újjáéledésének? Erről a találkozó szervezői nagy lelkesedéssel nyilatkoztak. A közösség, az ember szeretet, hogy szeretjük egymást, és ápoljuk a kultúránkat, hagyományainkat, ez összefog minket. A fiataljaink szintén járják a betlehemet, és azzal, hogyha járják a betlehemet, akkor valójában örömet okoznak szülőknek, nagyszülőknek, ápolják a hagyományt, és elsősorban az is nagyon fontos dolog, hogy nem felejtik el a magyar nyelvet. A rendezvény kétnapos volt, melynek először Kassa, majd Jánok adott otthont. A betlehemesek december 5-én Kassa fő utcáján vonultak fel, és teremtették meg a karácsony közelettének varázslatát. Majd december 6-án egy egész napos rendezvény keretén belül mutatták be egymásnak, és az érdeklődőknek is a betlehemesek tájegységük szokásait. Megpróbáltuk elhozni Kassára ezt a betlehemes fesztivált, és azt hiszem, hogy így nagyobb média elismerés, nagyobb, meg többen láthatták, ugye, mert azért felvonultak a főutcán ezek a betlehemesek, és akkor többen tudnak róla. Remélem, hogy jövőre még több közönség majd megtekinteti ezt a fesztivált, mert tényleg egy óriási és nagyon jó ötlet, hogy ez itt van, mert azért Bódva völgyében ezt tudni kell, hogy még él ez a hagyomány, hál' Istennek, és ezt muszáj megmutatni más embereknek is. Ez éven nagy lendülettel és nagy örömmel szerveztük, mivel ez éven szereztünk egy partnert, a Kassai megye hivatalt a Kútgarai Centrumot, aki közösen segített nekünk megszervezni a betlehemes találkozót, és ez éven már a 14. betlehemes találkozó, a nemzetközi betlehemes találkozó, ami praktikusan Budapesttől Kassáig mindenhol ismerik már. A jánoki betlehemesek csapata évről évre bővül. A fiatal legények egymást buzdítva csatlakoznak a betlehemesek elszánt csapatához. Ez a karácsonynak a tipikus jele, hogy valójában járjuk a betlehemet. A két testvérem már 3 évvel ezelőtt kezdte. No, és
a falut, azt, amióta Betlen van Jánokon, azóta a falut járják, meg Magyarba is, meg felépnek elég sok helyen. A hagyományőrzők szeretettel nyúlnak a rég elfeledett dalokhoz, versekhez. Szabad idejüket már jóval advent időszaka előtt arra áldozzák, hogy kis műsorukat begyakorolják Szentestére. A játékhoz egyedi öltözet is társul, melynek színvilága jól tükrözi az egyes tájegységeket. Egy régen elfelejtett, úgymond betlehemes játékot mutattunk be, amit a régi kántorunk gyűjtött össze, és fiókba tartogatta, most a fia előszedte, és ezzel a lelkes csapattal megtanultuk, és ezt mutattuk be. Sajnos már én se jártam betlehemessel faluról a házról házra. Mi kántálni jártunk, ahol a csendesét, a mennyből az angyalt, ezeket énekeltük. Az is egy nagyon szép szokás volt, ugyanis már napokkal, hetekkel előtte az ifjúság összegyűlt, és próbálgatták, tanulgatták, és akkor így a templomozás, a Szentesté templomozás után csoportokba verődtünk, fiúk, lányok. Itt barátságok születtek, szerelmek születtek, felbomlottak. Tehát ez élő hagyomány volt Györgyfalván. Sajnos egyre kevesebben foglalkoznak vele. Ezt próbáljuk mi továbbvinni, meg átmenteni, fiatalokat egy picikét rávezetni. A mi csoportunkban is van két gyerek is, ilyen 14 évesek, akik nagy szeretettel jönnek, csinálják, tanulják, és persze ezt is egy próbaidő előzte meg, ugyanis mi minden héten a pénteki estét arra szántuk munka után, meg minden fáradtság után, hogy ezeket a szövegeket, amit mi nem tudtunk, megtanultuk, összepróbálgattuk, még elnevetgéltük meg. Egy kellemes találkozás volt, és reméljük, hogy ez is marad. A betlehemes játékok többsége egy drámajáték, mely a pásztorok párbeszédes játékos egységeiből tevődik össze. Általában közülük az egyik egy nagyot halló, öreg pásztor, akinek tréfás mondásai megnevettetnek mindenkit. A pásztorjáték több más szereplővel is kiegészülhet, általában egy angyal vagy mesélő is csatlakozik a betlehemesek játékához, akik házról házra viszik el az öröm hírt, és kívánnak békességet az embereknek. Betlehemezés maga a középkori misztérium játékokból eredeztethető. Ez nagyon érdekes dolog, hogy időben kikerül a templomokból, ugye nagyon hosszú ideig nem templomokban, és újra templomokban is betlehemezünk, de házaknál is. Gencsen sosem halt ki ez a hagyomány, hála Istennek, és most 94-től milyen idősebb generáció is újra betlehemezünk, de talán nálunk is van betlehemes találkozó. Szintén 12. alkalom, ez mindig a karácsony előtti hétvégén. Ugyanúgy a Kárpát-medence csoportjait mi is meginvitáljuk hozzánk. Ismerünk már mindenkit, hála Istennek. És talán annak hatására is, már 5-6 generáció betlehemezik házakhoz beköszöntve a faluban. Ez egy 2800 lelkes település, úgyhogy 900 házzal van, kit meglátogatunk. A betlehemes találkozó résztvevői egy közös szentmisével pecsételték meg összetartozásukat, ahol egy szájjal és szívvel énekelték a Kárpát-medence számos szögletéből nemzeti imádságunkat. Nagyon fontos az, hogy a Kárpát-medence minden tájairól összejöttünk ide Jánokra, és hogy itt találkoztunk, mert Jézus Krisztus mindenkiért megszületett, mindenkiért a világra jött, és a betlehemesek épp ezt az üzenetet viszik el az emberekhez, az ő házaikba, és ez nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet ne csak a templomban valljuk meg, hanem vigyük el, hirdessük meg az egész világon. Advent üzenete, advent egyik üzenete, amit a mai vasárnapon, advent második vasárnapján hallottunk, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ő ösvényét. Mindnyájunk szívében arra szolgál ez a 4 hét, hogy elkészítsük Istennek az útját, hogy karácsonykor a közénk születő, közénk testesülő Istent be tudjuk fogadni a mi szívünkbe. Járjuk így adventi útunkat, hogy a kis Jézus mi bennünk is karácsonykor megszülethessék. S ahol élnek még nyitott fülek és szívek, ott értik csak igazán a múlt meséjét. Ott élnek még a hagyományok, hogy zengve dicsérik a megtelt templomokban a megváltó megszületését. És ott hálás szívvel mondanak köszönetet a szeretet, béke eljöveteliért.